az Írók a forradalomban című kültéri kiállításunkat, amely emlékeim szerint nem volt még ilyen itt a Bajza utcánál, Lezsák Sándor költő, a Magyarországgyűlés alelnöke fogja megnyitni. Tulajdonképpen csak annyit kellene mondanom, hogy megnyitom. Ugyanis Szent Mártoni János költőbarátom minden lényegest elmondott fejből, amit én most fel akarok olvasni. Kiállításunk a 13 emlékeztető tábla keresztmetszetet ad az írók szerepéről az 56-os forradalomban. Nem csak a személyekről szól, hanem az attitűdről, az író és közösség viszonyáról és a tényleges aktív cselekedetekről, valamint megjeleníti 56 irodalmának műfaji sokszínűségét a hagyományos költőiségtől a felhívásig, a naplótól a nyilatkozatig, állásfoglalásig.